Az alakuló képviselőtestület ülés 1 óra 15 percig tartott, 10 órakor kezdődött, és a napi rendi pontok megtárgyalása előtt tájékoztató hangzott el a 2019. október 13-án megtartott helyi önkormányzati képviselők, polgármesterek és nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásáról. Markos Anikó, a Tatai Városi Helyi Választási Bizottság elnöke tájékoztatta a jelenlévőket, majd az önkormányzati képviselők részére a megbízó leveleket adta át. Az első napi rendi pontban az önkormányzati képviselők tettek esküt, ezt követően pedig a polgármester. Markos Anikó, a választási bizottság elnöke volt az, aki az esküszövegét felolvasta. Az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálata következett, ezt már a második napi rendi pont keretében tárgyalták, itt az előterjesztő Mihly József újra esküt tevő polgármester és dr. Korosi Emőke jegyző volt. Minden munka a szabályzatok mentén kell, hogy haladjon, és így az önkormányzati munkában is az első az, hogy legyen az önkormányzatnak egy olyan szervezeti és működési szabályzata, ami mentén haladunk, amit bárki bármikor meg tud nézni, le tud ellenőrizni, és ami mellett szervezzük a normál munkamenetét a testületnek is, az önkormányzatnak. Ebben néhány ponton változtattunk, mert hogy egy fővel most több lett a képviselőtestület száma, 12 fő ül a képviselőtestületben, és ezért a határozatképesség megállapításához is egy fővel többet kell beírnunk az SMS-be, ezen túl nem 6, hanem 7 képviselőnek kell jelen lenni ahhoz, hogy biztosan határozatképes legyen az ülésünk. A másik a bizottságok összetételére vonatkozó változtatás. A bizottságokban a jövőben 5 fő megválasztott képviselő és 4 fő külső bizottsági tag foglal majd helyet. Létrehoztunk egy tanácsnoki feladatkört, tisztséget, amely elsősorban a hátrányos helyzetűek és a szolidaritás szempontjait kiemelő feladatot lát majd el, és az alpolgármesteri tisztségek számát pedig 2-re növeltük, egy külsős alpolgármestere lesz a jövőben a városnak, illetve egy olyan alpolgármestere, aki társadalmi megbízatásban látja el a testületi tagok közül megválasztva az alpolgármesteri tisztséget. Erről döntött a képviselőtestület, és fogadta el ezt az SMS módosítást. Dr. Korosi Emőke jegyző tájékoztatta a jelenlévőket a polgármester törvényben meghatározott illetményéről. Ezt követően az alpolgármesterek megválasztására eskütétele, majd az alpolgármester tiszteletdíjának megállapítására, valamint a másik alpolgármester illetményének megállapítására került sor, és megválasztották a tanácsnokot is. 2 alpolgármestere lesz a városnak a jövőben, ahogy az előbb említettem. Az egyikőjük, akit a testület tagjai közül választottunk, Purgel Zoltán képviselő úr, ő társadalmi megbízatású alpolgármesterként elsősorban város üzemeltetési feladatokat szeretném rá szabni és az ő vállára tenni, hiszen egyrészt ehhez nagyon jól ért, másrészt pedig ez egy annyira speciális terület, hogy az jó, hogyha ezt egy önálló politikai vezető viszi, ezt a feladatkört. A másik feladat, amit még Purgel Zoltánnak el kell látnia, az pedig a sport felügyelete, a sport területének a segítése, támogatása, hiszen egy sportemberről van szó. Ha már benne van amúgy is a sportba, egyébként a TAC elnökségében is ő az önkormányzat képviselője, tehát ilyen formában is nagyon közel van a sporthoz, és így ezt a 2 területet, a sportot is a város üzemeltetés mellett vinni fogja a jövőben. A másik a polgármester Rigó Balázs úr, aki történész, most éppen doktorandusz hallgató, Tatán nagyon sokan ismerik őt, hiszen rengeteg rendezvényen föllépett, mivel kiválóan muzsikál, nagyon jó hangja van, a város egyik legjobb kórusában is énekelt hosszú éveken keresztül, ide járt középiskolába, és az ELTE-n szerezte meg a történelemtanári diplomáját, és most ott végzi a doktorátusát. Egy olyan feladatot szántam neki, ő ugye külsős alpolgármester lesz, a törvény lehetőséget ad arra, hogy nem a testület tagjai, nem csak a testület tagjai közül lehet választani alpolgármestert, hanem kívülről is be lehet hozni valakit, ugyanolyan alpolgármester a városnak, mint a másik. Egy kivétel van,
képviselőtestületi ülésen csak hozzászólási joga van, ott nincs joga neki természetesen szavazni, hiszen nem a közösség által megválasztott képviselő, így döntési feladata ilyen szempontból a testületi ülésen nincs. Tanácsnokká pedig Kovács Attilát választotta a képviselőtestület. Kovács Attila képviselő úr 13 éve dolgozik a testületben. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat vezetője volt hosszú éveken keresztül. Most úgy gondolom, hogy nagy segítségünkre lesz azzal a feladattal, hogy a városnak a felzárkózást, esélyegyenlőséget, felzárkózást igénylő, az esélyegyenlőséget megtámogatandó és azt segítő feladatkör lesz az övé. Ezen belül kell neki a város munkáját segítenie, és így természetesen sok-sok tatai családot. A bizottságok elnökeinek, elnökhelyettesének és tagjainak megválasztása következett ezt követően, majd megválasztották a nem képviselői bizottsági tagokat is, akik esküt is tettek. A bizottságok felosztását hasonlóan szeretnénk vinni tovább, mint ahogy eddig volt. Erre is illik, hogy Tatán jó irányba mennek a dolgok, jó működtek a bizottságok, miért változtatnánk rajta. Vannak önkormányzatok, ahol sok-sok bizottságot csinálnak, és nagyon széttagozódik, rengeteg plusz munkát jelent. Mi úgy döntöttünk a 2006-os alakulás után, hogy elég a városnak két bizottság, egy humán, meg egy műszak, egy pénzügyi, gazdasági bizottság. És most is így megyünk tovább. A pénzügyi és városfejlesztési bizottságot Boglári Zoltán fogja vezetni a jövőben. Vicenáni Cégény Ágnes lesz a helyettese, és Gerébi Ákos, Horváth Lóránt és Dr. Popovics Judit képviselőkkel egészül ki ennek a bizottságnak a tagsága, illetve négy külsős, úgynevezett nem képviselői tagja is van a bizottságunknak. Gönczi Mihály úr, Grépály András Zoltán, Music László úr és Dr. Szabó Gábor lesznek ennek a Városfejlesztési Pénzügyi Bizottságnak a tagjai. A Humán és Ügyrendi Bizottságot Dr. Varga András vezeti ebben a ciklusban, Robozné Schönfeld Zsuzsanna lesz a helyettese, és Gyűrűs Károly, Horváth László és Kovács Attila lesznek a tagjai ennek a bizottságnak. Itt is van négy külső bizottsági tag, Kaszály József, Magó Otto, Magyar Balázs és Szerencsi Rihárd lesznek a nem képviselő tagjai a bizottságnak. Egyébként a nem képviselő tagok szempontjából fontos megemlíteni, hogy van közöttük orvos, tehát egészségügyi szakember, van közöttük szociális szakember, van közöttük az oktatásért felelős szakember, pedagógus, van közöttük olyan munkatárs, aki műszaki területen dolgozik, gazdasági területen dolgozik, van közöttük olyan, aki kommunikációban, kultúrában végzett munkát, vagy végez munkát, és ott jártas, talán, és van közöttük környezetvédelmi szakember, aki nem csak hogy civil szervezeti munkában jártas, hanem környezetvédelmi területen is egy elismert szakember a városnak. A polgármesteri program ismertetése következett. Polgármester, mi az, amit a beszédéből kiemelne? Két dolgot szeretnék kiemelni. Az egyik az, hogy az egyik képviselő felvetette, hogy hát a választási arány az így néz ki százalékosan, vagy úgy néz ki. Nagyon fontos, hogy azt úgy értsük, hogy a választások lezajlottak, annak van egy választási eredménye. A választás az mandátumokban jelenik meg. A pártlistákra nem lehetett most szavazni, az a megyénél számított, és ott vált át mandátumokká, hogy hány százalékban melyik párt mennyi szavazatot kapott. Nálunk a városban ugyan megállapítottuk százalékosan is, hogy melyik képviselőre, illetve a polgármesterre hány százalékban szavaztak, de mindegyik területen nálunk mandátummá válik a szavazati, és az aránytól függetlenül. Én 8%-kal elvesztettem a hetes körzetnek a képviselői feladatait, képviselői mandátumát. 8 szavazattal ott egy másik képviselő lesz a jövőben. 8 szavazattal többet kapott, mint én. Mindenhol így néz ki, ki kevesebbel, ki többel kapott más mennyiségű szavazatot. Ez azt jelenti, hogy az, aki nyert, azé a mandátum.
abba a székbe ő ül be, és azt a feladatot a jövőben neki kell végeznie. Ez azt jelenti, hogy 8-4 arány jött ki a városképviselő testületében, és ebben a 8-4 arányban kialakul a többségi rész. A Fidesz-KDNP nyerte el a többségi mandátumok számát, így a súly ránehezedik. Mi ezt a súlyt természetesen vállaljuk, a döntések felelősségét vállaljuk, de ebbe a munkába hívjuk be a DK, Jobbik, MSZP, Momentumos képviselőket is, akik 4 ilyen kicsi párt nevében indultak el, és összeállva ezt a 4 mandátumot hozták. Ennek a közös munkának az ideje viszont ma elkezdődött. Eddig volt a kampány, most pedig kezdődik a közös munka. Jó szívvel hívom a többi képviselőt is, akiknek az ülés elején én magam is gratuláltam a megválasztásukhoz. Ennek a közös munkánknak ez az egyik legfontosabb dolga, hogy minden képviselő egyrészt egyforma a testületbe, és mindenkinek van feladata. A másik fontos dolog az, hogy az első feladatainkat az jelenti, hogy folytassuk az elmúlt időszak feladatait, ami félbe van hagyva, vagy amit elkezdtünk, azt visszük tovább. Másik nagyon fontos dolog, hogy tartsuk, most már a kettőtől tovább léptem, de még eszembe jutott ez egy nagyon fontos rész, hogy a tataiakkal való kapcsolattartást szeretnénk erősíteni. Ezt sok képviselő jelölt a kampányban elmondta, én is elmondtam, hogy több dologban is szeretném, hogyha erősítenénk egy személyes kapcsolattartást még jobban, illetve azt a lehetőséget, hogy a tataiak menet közben is mondhassanak véleményt egy-egy kérdésben, aztán a képviselők úgy döntenek, ahogy döntenek, de hadd mondják el a tataiak, hadd lássuk mi is szervezett formában is a véleményt. Ugye ma ez a közösségi média, Facebook, egyebek óriási lehetőséget ad, hogy mindenki elmondhatja, de azt nem lehet látni, hogy az mögött mekkora támogatottság van. Éppen ezért egy olyan rendszert kívánok fölépíteni, ahol névvel, saját névvel, beazonosíthatóan bárki szavazhat egy adott kérdésben, mint egy ilyen kvázi közvéleménykutatásként véleményt mondhat egy-egy adott kérdésben a jövőben. Ezt szeretnénk elindítani. És hát ami egy nagyon fontos dolog az egész munkánkat tekintve, a Jóistenre nézve, neki hálát adva ezért az elmúlt időszakért és a lehetőségért, hogy ezt a komoly feladatot vihetjük tovább. Ennek a munkának a során őt is szeretném folyamatosan bevonni a munkánkba, és kérni az ő támogatását, áldását a városra és a városképviselő testületére. Az ünnepi alakulőülés végén a régi új polgármester az október 23-ai rendezvényekre invitálta a jelenlévőket. 26-án van a tatai megemlékezésünk, a direkt tatai eseményekre való emlékezés. 26-án, azaz holnap, tehát szombaton délután 3 órakor a református gimnázium előtti kis részen, a Kossuth téren, a gimnázium előtt gyülekezünk, és onnan indul a menet, végighaladva a városon, a Bai laktanyáig jutunk el, ahol Wittner Mária szabadságharcos mond beszédet. Nagy-nagy szeretettel hívok és várok mindenkit, tehát holnap délután 3 órakor Tatán a református gimnázium előtt. Következő testületi ülésünkre pedig már rendesen hónap utolsó szerdáján, 30-án kerül sor.